a húrok közé csaptak. Hétvégén elindult a Sugós Transzisztem rendezvénysorozat. Tojásfestés és fafaragás. Tradicionális népi mesterségekkel ismerkedtek a sükösdi általános iskolás diákok. Érmek a keceli viadalról. Eredményesen zártak a hétvégi megmérettetésen a bajai MMA klub harcosai. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió június 8-ai kedesti híradója már is kezdődik. Újra színpadra léphetnek a zenekarok. A kormány legújabb intézkedései szerint ugyanis ismét lehetőség van koncertek és zenés-táncos rendezvények szervezésére. A Baja Marketing Kft. Csapata készült a lazítás ezen fázisára, így június 5-én szombaton elindult az idei Sugós Transzisztem szabadtéri rendezvénysorozat. Hosszú szünet után végre közönség előtt is megpengethették a húrokat a zenekarok Baján, a Petőfi-szigeten is. A Heaven Hike nyitotta meg az idei első Sugós Transzisztemet, amelyet ezúttal rendhagyó módon a turisztikai központ mellett rendeztek meg. Őket követte a Traktorok együttes, majd az est további részében retroparti várta a szórakozni vágyókat. Mint Sugós Transzisztem rendhagyó, mert annak a Sugóparton lenne helye, csak most nem tud ott lenni, mert ott nem tudjuk így elkeríteni a helyszínt, mint ahogy itt lehet látni, de bár ne kellene elkerítenünk. Hát a zenekarok meg a koncertek azok maradnak így is, tehát azt megpróbáljuk, amit már korábban is elmondtam, hogy itt a helyi zenekaroknak fellépési lehetőséget biztosítani, és egy olyan hangulatú koncertet, ahova bárki szívesen lejön, akár családokkal, a családostól vagy gyerekestől. Ódor Krisztián azt mondta, a rendezvény szervező csapat már készült a programtervel, a zenekarok közül azonban többen még nem tudnak koncertet vállalni. A szigeten kordonnal kerítették el az esemény helyszínét, ahol maximum 500 fő tartózkodhatott, a belépéskor pedig ellenőrizték a védettségi igazolványokat is. Ennek ellenére azok is élvezhették a koncerteket, akik nincsenek beoltva. Ők a kordon külső oldalán lehettek teljes értékű részesei a rendezvénynek. Tettünk egy kört a résztvevők között, hogy megtudjuk, hogy érzik magukat az első bajai zenés-táncos rendezvényen. Többen örültek, hogy végre lehetőség nyílt arra, hogy kimozduljanak otthonról. A megkérdezettek zöme főleg a zenekarok miatt érkezett. Az egyik családtagunk fog fellépni a következő zenekarral, ezért vagyunk itt. Meg hát most már nagyon jó végre eljönni valahova emberek közé. Igen, mi direkt a Heaven Hike miatt jöttünk, és már nagyon hiányzott az, hogy egy ilyenen részt vehessünk. Úgyhogy most nagyon örülünk, hogy erre lehetőség van itt Baján. Stábunk a rendezvény első fellépőjét arról faggatta, milyen érzés volt újra közönség előtt zenélni. Viszmajor helyzet volt, tehát senkinek nem volt, nem csak nekünk nem, úgyhogy épp ezért azért így túl tudtunk lendülni ezen, tehát lelkileg így ebből a szempontból nem viselt meg minket. Hát annyi, hogy mondjuk nekünk is volt olyan ismerős, aki sajnos az áldozatává vált a Covidnak, szóval ilyen szempontból azért volt egyfajta ilyen depresszió rajtunk szerintem. Tehát, hogy de hát most meg örülünk, hát reméljük, hogy most már megint lehet majd mindent, aztán majd látjuk, hogy mi alakul. A zenekar új dalokkal és klippel is készült a rajongóknak, nyára pedig egyelőre 9 koncert időpontja biztos számukra. Következő alkalommal június 12-én várják az érdeklődőket az önkormányzati üdülő udvarára, ahol este 8:30-tól a The Berries és a Hegyhengergetők zenélnek a közönségnek. Bár egyelőre nincs konkrét rendezvényhelyszín, a továbbiakban is folytatódik a Sugós Transzisztem. A szervezők azt ígérik, hogy mindenképpen találnak majd helyet az eseménynek, így ezen a nyáron sem maradnak zenei élmények nélkül a bajaiak. Apácai Csere János díjban részesült Scherer Gabriella. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának egykori főigazgatója pedagógus napon vette át a kitüntetést professzor dr. Kásler Miklóstól, az Emberi Erőforrások Miniszterétől és dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól. A minisztériumi rendelet szerint a díj kiemelkedő hatású oktatási, nevelési, gyógypedagógiai munkáért,
valamint tudományos tevékenységért adományozható az oktatók részére. Scherer Gabriella csaknem 3 évtizeden keresztül dolgozott a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában. Kezdetben német történelem szakos tanárként, majd igazgatóként, később 8 éven át az intézmény főigazgatójaként. Számos fejlesztés megvalósításában vállalt meghatározó szerepet a diákok és a pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése, valamint a nevelés-oktatás megújítása érdekében. Feledésbe merülő mesterségeket mutattak be a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában. A gyermekek a foglalkozás keretében elkészíthették saját kézműves alkotásukat, melyeket utána haza is vihettek. A diákok munkáját bajai iparművészek segítették. Népi szakmákkal ismerkedtettek meg a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola tanulói. Az intézmény idén 2. alkalommal rendezte meg a mesterség bemutatót, ahol a gyermekek iparművészek segítségével sajátíthatták el a kézművesség alapjait. Mihálovics Ferenc intézményvezető híradónknak elmondta, fontosnak tartják, hogy a programok segítségével kimozdítsák a gyermekeket a virtuális térből. A manualitás, a kézzel való foglalatoskodás nagyon hasznos, hiszen szintén afelé tendálunk, hogy az internet világában ezekre a kompetenciákra egyre kevesebb szükségünk van. Nagyon fontos a digitális kompetenciáknak a fejlesztése is, de az ez irányú ősi, illetve az önazonosság szempontjából fontos identitásalkotó szakmáknak a megismertetése is elengedhetetlen gyermekeink számára. A bemutatóra 4 alkotó érkezett a Bajai Kézműves Egyesülettől. Ágoston Erika, tojásfestő iparművész elmondta, a gyermekek a foglalkozás keretében 2 féle technikát próbálhattak ki a gyakorlatban. Tojásfestő, tehát viasszal írt tojásokat festenek a gyerekek, és gravíroznak, tehát géppel. Ez a hímes tojásnak 2 egy fő hagyományos ága, a karcolt tojás, amit régen kézzel készítettek, de most a gyerekeknél azért szikét meg kést nem igazán adnánk a kezükbe, illetve a hátam mögött a viasszal írt, írókázott hagyományos tojást mutatom be a gyerekeknek. A Bajai Kézműves Egyesület elnöke is részt vett az eseményen, ő a fafaragó mesterséget mutatta be a gyermekeknek. Az az igazság, hogy nem először vagyunk az iskolába, tehát a gyerekek nem most, ha először látnak bármit, vagy hogy mit lehet csinálni. Isten igazából most már egy gyakorlatot folytatunk, és amibe ők kedvüket lelik, amit a fa megmunkálásnál jónak tartanak, az irányba megyünk el. Tehát úgy tudunk nekik sikerélményt biztosítani, hogy én ezt szeretném csinálni, ebbe tudok neki segíteni, és a végén sikerül. A diákok odafigyeléssel és nagy lelkesedéssel készítették el saját alkotásukat. Milyen foglalkozásokon vettél eddig részt? Eddig fafaragásul. És hogy tetszett, mit készítettél ezen a foglalkozáson? Nagyon tetszett, eddig faégetővel készítettem egy nyulat és egy smiley-t. Igen, egy tálat. És mi lesz a sorsa ennek a tálnak, hazaviszed majd? Igen, otthon kisütöm, és akkor hát majd ez még elválik, hogy mi lesz belőle. A rendhagyó tanítási nap keretében a résztvevők a szórakozás mellett a napjainkban már csak ritkán alkalmazott technikákat is felelevenítették. A Bajai Kézműves Egyesület a Csóri Sándor pályázaton elnyert összegből tudta megvalósítani a mesterség bemutatót. Több hónapos pihenő után újra helyére került a bajai hajómalom. Így a létesítmény ismét a tűrkilátó közelében lévő halászati miniskanzen mellett várja a látogatókat. Palik Vera, a Bajai Hajómalom Egyesület elnöke elmondta, az érdeklődők előzetes bejelentkezést követően tekinthetik meg a létesítményt. Az Egyesület azzal a céllal jött létre 2007-ben, hogy szervezett keretek közt biztosítson lehetőséget a dunai hagyományok és a halászati tradíciók felelevenítésére. A 2018-ban felavatott malom a Duna egyetlen még működő hajómalma. Júliustól a látványőrlés is elindul a szezonban, így a vendégek a technológiával is megismerkedhetnek.
Idén valamivel később kezdődik az eper szezon. Míg tavaly már május közepén árulták a termelők a népszerű gyümölcsöt a piacokon, addig ebben az évben szabadföldi szamócát várhatóan csak június közepén vásárolhatnak a fogyasztók nagyobb mennyiségben. A szeszélyes időjárás és a gyakori esőzések következtében ugyanis a szokatnál lassabban indul be az érés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint hazánkban az üzemi szamóca területeken évente mintegy 8-10 ezer tonna áruterem. Ennek közel egyötödét a Bács-Kiskun megyei földek adják. Hamarosan ezen a bajai ültetvényen is bőven lesz termés. A gyümölcsöket azonban várhatóan június közepén lehet majd leszedni. A földi epernek még néhány hét érésre van szüksége. Az elmúlt hónapok változékony esős időjárása miatt a szokottnál később kezdődött meg a szabadföldi eper szezonja. Bányai György kertgazda szerint a gyümölcsök minőségét a szélsőséges klíma mellett a kártevők is befolyásolják, amelyek ellen jellemzően a fóliás és a szabad ég alatt termesztett szamóca esetében sem lehet védekezni. A fóliások én szerintem jó évet zártak, nekik három fő problémájuk volt, az egyik az a lisztharmat, ami ellen nagyon nem lehet védekezni, a másik a hideg, a harmadik meg a görög importeper, úgyhogy ők azzal küzdenek. A szabadföldisek, ők szintén az időjárással legfőképpen ott ugye ez az esős időszak volt, amire jön a szürke penész. Amúgy a nagy meleg is, ami most be fog jönni, az is probléma lesz nekik, tehát be fog hirtelen robbanni az érés, tehát nagyon koncentráltan fog lejönni szintén az összes gyümölcs. A kertgazda azt mondja, a környezeti tényezők többek között a tavaszi fagyok ellenére is jó termésre számítanak az idén. Noha egyelőre még fólia alatt érlelt szamócát kínálnak, így is nagy a kereslet az édes gyümölcsre. A városi piacon is nagy népszerűségnek örvend a földi eper, több standnál is árulják a lédús gyümölcsöt. A vásárlók pedig az áruval és az árakkal is elégedettek. Szeretjük és finom. És egyébként most az árakkal mennyire elégedett? Most jó. Most jó, 1200 forint kiló, ez most elfogadható. Mert azért 2005 is volt, és azért az egy kicsit sok. Meg gyümölcstortának, annak rendkívül finom. Evesi Éva a város határában termeszt földi epret, amelynek gondozása nagy odafigyelést igényel. Ugyanis a sok folyadék és az erős napsugárzás is rossz hatással lehet a szamóca minőségére. Most már elég jól tudjuk szedni, tehát van bőven, per pillanat van bőven. A meleg egy kicsit megégeti a szamócát, nem szereti a túl sok napot sem, meg a túl sok esőt sem, de azért most szép a termés. A nyár a lekvárkészítés időszaka. Ezekben a hetekben sokan a befőzéshez keresik az alapanyagokat a piacon. A felhasznált gyümölcsöket sokan a Szedd Magad akció keretében kívánják beszerezni kedvező áron. A bizonytalan időjárás miatt azonban az édes szájú fogyasztóknak egyelőre még várniuk kell a lehetőségre. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy sükösdi férfi ellen, aki az udvarán veszélyes hulladék keletkezésével is járó módon tárolt és bontott csaknem 40 roncsautót, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A tájékoztatás szerint a bontás olyan hulladékkezelési tevékenység, amely nem csak a jármű alkatrészekre történő szétszedését, hanem az újrahasznosításra való előkészítését, valamint aprítását, zúzását is magában foglalja. A férfi azonban nem rendelkezett a gépkocsik tárolásához és bontásához szükséges képesítéssel és engedéllyel. A bontásból származó egyes anyagok, az akkumulátorok, üzemanyagok, fékfolyadékok ráadásul veszélyes hulladéknak minősülnek. Az ügyészség a férfit hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével vádolja, ezért ellene tárgyalás mellőzésével próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A szabadlábon lévő férfi ügyében a Bajai Járásbíróság dönt. Olvasható a baja.hu oldalon. Kecelen léptek pástra hétvégén a bajai MMA klub sportolói. Kün Gábor tanítványai ezúttal egy grappling versenyen mérték össze tudásukat az ország különböző pontjaiból érkező nevezőkkel. A bajaiak 15 fős delegációjából szinte mindenki dobogós helyezéssel zárta a napot.
A keceli városi sportcsarnok adott otthont az idei év első országos MMA versenyének. A Magyar Grappling Szövetség által rendezett megmérettetésre közel 400 előnevezés érkezett, így ezúttal négy páston folytak a küzdelmek. A Bajai MMA klubot 15 fő képviselte a szomszédvári viadalon, közülük többen is a legjobb formájukban harcoltak hétvégén. Első bálozóként érkezett a tornára Juhász Gábor, aki 5 küzdelméből csupán egyetlen alkalommal maradt alul ellenfelével szemben, így bronzéremmel zárta a tornát. Nagyon sok ellenfelem volt, és mindegyik nagyon jól felkészült is volt, de szerintem úgy, hogy első versenyen van, egész jól teljesítettem, de ez egy olyan megmérettetés volt számomra, aminél a harmadik helynek örülök, de egy motivációt ad, hogy a jövőben még jobb helyet érjek el, és hogy ezért még jobban megküzdjek. Tényleg mi is nagyon jól felkészültünk, felkészült az ellenfél is, nagyon jó meccsek voltak, pörgősek voltak, és tényleg szerintem túl teljesítettem magamat a harmadik helyen. A rutinosabb harcosok G kategóriában 6 ezüstérmet szereztek, míg Nógében 1 bronz, 3 ezüst és 1 bajnoki cím volt a bajai gyűjtemény. A dobogós helyezések mellett voltak 4. és 5. helyezett sportolók is, így Kün Gábor elégedetten nyilatkozott a tanítványai teljesítményéről. Nagyon sok jó eredményt értünk el. Ugye egy kategóriában általánosságban olyan 8-10-15 versenyző indult, és elég sok első, második, harmadik helyezés sikerült elérnünk. Én teljesen elégedett vagyok velük, nagyon jól fejlődnek a srácok, úgyhogy megyünk a következő rendezvényekre, amíg lehet, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk még kihozni belőlük. A mester ezúttal nem csak edzőként szerepelt a tornán, Kün Gábor a haladók között nevezett be az országos megmérettetésre. Bár kiemelkedő formában kezdte a napot, azonban egy szerencsétlen balesetnek köszönhetően fel kellett adnia a versenyt. Az volt a szomorú, hogy nyerésre álltam, befogta a srác a kezemet egy karfeszítésbe. Egy olyan karfeszítésbe, hogy én közben folytattam ruhával a nyakát, azt hittem, hogy meg lesz, de valahogy mégis kibújt belőle, és meghúzta ugye a kezemet. Először nem is kopogtam, nem is szóltam, azt hittem, hogy ki tudok belőle jönni, de hasra fordított, és akkor gyakorlatilag a kezem magam alatt volt, és nem is tudtam volna ott már kopogni, így egy olyan 30-40 centit visszahajlította a kezemet. A tréner versenynaptárában több küzdelem is szerepelt, de könnyen elképzelhető, hogy a sérülés következtében vissza kell lépnie az indulás jogától. Gábor a nyári hónapokban így csak edzőként vesz részt tornákon, elmondása szerint a pást széléről igyekszik majd segíteni a napról napra jobb teljesítmény nyújtó sportolóit. Egy korábban elhalasztott mérkőzéssel zárta a bajnokságot hétvégén a Bajai Labdarúgó Klub felnőtt együttese. A Koch Tamás vezette alakulat, a Kelebia KNSK futballistáit látta vendégül vasárnap délután. A találkozó 4. percében Herz találatával már a bajaiaknál volt az előny, majd a fél időig még 8 hazai találatot jegyezhettünk. Így magabiztos előnnyel vonultak a csapatok a félidei pihenőre. A folytatásban sem vett vissza agresszív támadásából a BLC, így 15-2-re diadalmaskodtak a piros mezesek felett. A találkozó legeredményesebb játékosának a 6 találatig jutó Jeszenszky Roland bizonyult. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. A húrok közé csaptak. Hétvégén elindult a Sugós Transzisztem rendezvénysorozat. Tojásfestés és fafaragás. Tradicionális népi mesterségekkel ismerkedtek a sükösdi általános iskolás diákok. Érmek a keceli viadalról. Eredményesen zártak a hétvégi megmérettetésen a Bajai MMA klub harcosai. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra!
Szerdán napos, gomoly felhős idő várható, zápor és zivatar főleg a délnyugati megyékben és az északkeleti ország részben, illetve az Alföldön alakulhat ki. Estétől a gomoly felhők feloszlanak, jelentősen csökkenni kezd a felhőzet, csapadék már nem várható. Az északi, északkeleti szél napközben időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között változik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 31 fok között alakul.